Jó reggelt kívánok, ez a híradó 8 órakor az M1-en, Székely Áron vagyok. Minden magyar számára elég lesz az az összesen 16,5 millió vakcina, amelyet a kormány rendelt, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Orbán Viktor hangsúlyozta, nem csak a vakcinák számában tartozik az élvonalban Magyarország, de több kórházi ágyunk van, mint bárkinek Európában, valamint a lélegeztető készülékek számát tekintve is jól állunk. A miniszterelnök hangsúlyozta, csak nem 64 ezer embert oltottak be itthon pénteken, így 1.293.000 fölé nőtt azoknak a száma, akik már legalább az első oltást megkapták. Ezzel a lakosság arányában továbbra is Magyarország áll a második helyen az Európai Unióban. Orbán Viktor hozzátette, már 3 millió fölött van az oltásra regisztráltak száma, és közülük sok a 60 év feletti, ezért az operatív törzs úgy döntött, hogy őket előre veszik az oltási tervben, mert ők a legveszélyeztetettebb korcsoport. Most itt azt a dilemmát kellett megoldani az operatív törzsnek, hogy a regisztrálás idősorrendjében oltjuk-e az embereket életkortól függetlenül, vagy azokat az időseket, akik később regisztráltak, a fiatalok elé engedjük. Ez nem volt egy egyszerű vita, de végül is úgy döntöttünk, hogy miután a 60 fölöttiek vannak igazán életveszélyben, ezért ha később is regisztráltak, őket fogjuk az oltási sorrendben előre venni. Tehát ezért oltunk, ma is oltunk, és oltunk holnap is, és amikor van vakcina, egyfolytában oltunk. A harmadik hullámban jóval nagyobb ütemben emelkedik a fertőzöttek száma, mint korábban. Sokkal többen kerülnek kórházba, ráadásul egyre több a fiatal. Erről Szlávik János beszélt az M1-nek. A főorvos arra is felhívta a figyelmet, most még nagyobb a hangsúly a védekezésen, a járványügyi szabályok betartásán. Biztos, hogy mindenki látja a számokat, biztos, hogy mindenki látja azt, hogy milyen sok az új fertőzött, sajnos milyen sok a halott. Ilyenkor csak arra lehet gondolni, hogy kerüljünk minden olyan kapcsolatot, kerüljünk minden olyan összejövetelt, ahol az emberek maszk nélkül vannak egy légtérben. De jobb kerülni azokat a zsúfolt helyeket, amik esetleg zárt terekben, valamilyen boltban, bevásárlóközpontban lehetnek. Higgyék el nekem, hogy csak így tudunk védekezni, ha vigyázunk magunkra. Országszerte nagy volt a forgalom az oltópontokon, a kórházakban főként idősek kapták meg az injekciót, sokan már a másodikat. Főleg a brit AstraZeneca és az orosz Sputnik vakcinákat adták be. Az orvosok azt mondják, az emberek szívesen jönnek, várják és kérik az oltást. Első oltás után volt-e valami panasz? Semmi. Az első oltásról kérdezi az orvos a pácienst. Ha minden rendben volt és most sincs semmi panasz, akkor beadja a második dózist. Nagyon sok ember beoltottak már, egyelőre úgy néz ki, hogy ez a megoldás. Gyors adategyeztetés, és már lehet is menni az oltópontra. Egyszerre 6 helyszínen adják be az injekciót Zalaegerszegen. Az, hogy kinek milyen oltást adunk, azt aktuálisan a rendelkezésre álló oltóanyag dönti el, illetve a betegek betegségei, társbetegségei alapján döntjük el. Minden beteget megvizsgálunk. A Pécsi Tudományegyetem klinikáján is több ezer vakcinát adnak be a hétvégén, az oltási kedv folyamatosan emelkedik. Ahogy a harmadik hullámba egyre jobban megyünk bele, egyre inkább növekszik az eddig se kicsi kedv. Jó, bökni fogok. Megállás nélkül napi 12 órában adják be az injekciókat Kaposváron, az első és második körös oltásokat párhuzamosan végzik. Folyamatosan készítik elő és adják be a vakcinákat a fővárosban is, a Délpesti Centrum Kórházban jó ütemben halad az oltás. Egy felszabadultság az embernek, amikor megkapja az első oltást. Egy bizonyos fokú nagy teher leesik az ember válláról, mert ugye van egy nagy fokú félsz ezzel a vírussal kapcsolatban. Akinek beadták az első dózist, az védettségi igazolványt kap. Automatikusan és ingyen megküldik, a posta viszi házhoz. Bár meggyógyult, a mai napig küzd a szövődményekkel, az a 20 éves fiatal férfi, aki stábunknak mesélt a koronavírus okozta betegségéről. Salamon Ákos 3 napig feküdt a Bajai Szent Rókus Kórház Covid osztályán. Ő volt az egyik legfiatalabb beteg, akit koronavírussal kórházba kellett szállítani. Azt mondta, amint lehet, beadatja magának az oltást, mert a tünetek nagyon megviselték. A fulladás volt egyre rosszabb, és a köhögés is. A köhögéstől is fulladtam, de alapvetően ez a mellkasi nyomás volt az, hogy egyszerűen bárhogy vettem a levegőt, sehogy nem jutott elég, vagy jutott annyi, amennyi én szerettem volna.
A teljes interjút ma délelőtt 9 óra után láthatják majd itt az M1-en. Uniós csúcs sürgős összehívását kérte 5 tagállam kormányfője, mert szerintük aránytalan a koronavírus elleni vakcina elosztása az uniós országok között. Sebastian Kurz osztrák kancellár már pénteken arról beszélt, hogy egyes tagállamok a gyógyszergyártókkal kötött titkos szerződések révén a többieknél lényegesen több vakcinához jutnak. Kiszivárgott hírek szerint a március végén amúgy is tervezett csúcson napirenden lesz az oltóanyag elosztásának ügye. Sebastian Kurz elsősorban az Unióban azt az irányító testületet hibáztatja, vagy neki szól a szemrehányása, ahol ezek a konkrét elosztások történnek. És feltételezi, hogy igenis voltak és vannak a múltban és a jelenben is olyan tárgyalások az egyes országok és a gyógyszergyártó cégek között, amelyek titkosak, úgy, ahogy te is említetted. És ezért ő tisztázást követel a szerződéseknek a nyilvánosságra hozatalát és az átláthatóságot, és hogy minél előbb oldódjon meg ez, hogy egyenlőtlenül kapják az országok, a tagállamok a vakcinát. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az Európai Unió vezetése késve reagált a járvány okozta válsághelyzetre, emiatt pedig az emberek is egyre elégedetlenebbek. Ez derült ki a századvég legfrissebb felméréséből. A számokból az látszik, hogy Magyarországon minden második ember gondolja úgy, hogy a brüsszeli vezetés nem kezeli hatékonyan a vakcina beszerzést. A magyar oltási programmal viszont a megkérdezettek csak nem 60%-a elégedett. A brüsszeli központi beszerzés az lassú volt, és ezt nem csak a kormányzatok, hanem az emberek is felismerték. Ugye a kutatásunk kitért arra is, hogy miképpen vélekednek a brüsszeli felelősségről ebben a kérdésben, mert az oltási beszerzés kérdésében, és itt a lakosság több mint fele, 52%-a vélte úgy, hogy Brüsszel ebben felelős, tehát látható, hogy a magyarok több mint fele úgy gondolja, hogy Brüsszel ebben hibázott, és abban, hogy nem ilyen jól működik a központi oltáselosztás, abban igenis felelőssége van. Újra bezár Olaszország, hétfőtől szinte mindenhol megáll az élet. Egésznapos kijárási tilalom lép életbe, bezárnak a nem létfontosságú üzletek, a vendéglátóhelyek, sőt van, ahol a rokonlátogatás is tilos. Az olaszok ezzel ugyanoda ugranak vissza, ahol egy évvel ezelőtt tartottak. A lezárás egyelőre 3 hétre szól. Tilos a rokonlátogatás, tilos az ismerősök lakásába való átjárás, a szabadtéri sportolás engedett, de csak a lakóhely közelében távolságtartással. Ismét teljesen leáll a kereskedelem, csak az élelmiszerboltok és a szükségcikkeket áruló üzletek maradnak nyitva. Újra zár a vendéglátás, amely ismét átáll házhozszállításra, az oktatás visszáll távtanulásra, aki tudja, az távmunkára áll át. Szélső baloldali fiatalok tomboltak a belgiumi Liège-ben szombat kora este. A Black Lives Matter mozgalom több száz aktivistája gyűlt össze a városban, amelynek több pontján szándékosan megtámadták a rendőröket. Több rendőrőrsöt megrongáltak, egyes sajtóhírek szerint 10 rendőr megsérült az összecsapásokban. Egyiküket, egy motoros rendőrt a szélső baloldali aktivisták annyira megvertek, hogy súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A zavargás résztvevői több gyors éttermet is szétvertek, ezeket ki is fosztották. Tartományi választást tartanak ma a németországi Baden-Württembergben és Rajna-Vidék-Pfalzban. A két választásra azért is érdemes figyelni, mert ősszel szövetségi parlamenti választások jönnek a németeknél. A járvány miatt rekordmagas részvételre számítanak. Ez meghosszabbíthatja a szavazatszámlálást, és előfordulhat, hogy csak hétfőn hirdetik ki a hivatalos előzetes végeredményt. Újabb segítséget jelentett be a kormány a családoknak. A járvány miatt meghosszabbítják a gyes, a gyed és a gyet jogosultságot, egészen addig, amíg az iskolák és az óvodák átmenetileg zárva tartanak. Erről Novák Katalin beszélt a közösségi oldalára feltöltött videóban. A miniszter kiemelte, a zárás komoly megterhelést jelent a családoknak, ezért akinek ebben az időszakban járna le a jogosultsága, az továbbra is megkapja a támogatást. Ez komoly megterhelést, hétköznapi problémákat jelenthet a családoknak. Éppen ezért gondoltunk idén is azokra, akiknek ebben az időszakban járna le a gyed, gyes vagy gyet jogosultsága. Ezeket a juttatásokat automatikusan meghosszabbítjuk, mindaddig, amíg az iskolák és az óvodák működése mostanihoz hasonló lesz.
Négy nap alatt több mint 5000 vállalkozás jelezte, hogy igénybe venné az újraindítási gyors kölcsönt. A legfeljebb 10 millió forintos kamatmentes hitel bér, járulék, rezsi és működési költségek fedezésére, valamint az újraindításkor szükséges készletek finanszírozására igényelhető. Jövő kettől pedig újabb 30 olyan ágazat is jogosult a hitelre, amelyeket érintenek a hétfő óta érvényes korlátozások. A Kaukánzus nyerte a dal 2021 döntőjét, a zenekar Egyetlen szó című dala az év magyar slágere lett. A dalválasztó show utolsó adásában 8 produkció versenyzett, a győztesről pedig a nézők döntöttek. A dal akusztikai verseny fődíját Andelic Jonatán vehette át Áldom című daláért. Az év dalszövegírója Kardos Horváth János lett szintén a Kaukánzusból, az év felfedezettjének Katona Petrát választották. A második, harmadik, negyedik helyezett egyenként 5 millió forintot, a győztes pedig 10 millió forintot kapott, valamint elkészíthet egy 10 dalból álló nagylemezt, amelynek egyik dalából videóklip is készül. Varázslatra készülünk az időjárás jelentésekben. Ilyet Magyarországon még nem láttak, de a világon sem sok helyen. Nézzenek minket!